Köszöntelek a csatornámon, akkor folytatnám a vagyonér sztorikat. A második munkahelyem kezdetéről szeretnék egy kicsit beszélni. Tehát visszamegyünk az időbe 2015. augusztus 1-ére. Volt egy úgynevezett rendezvénybiztosítás, ráadásul olyan volt a szolgálatvezető, hogy itt azért értett is hozzá, tehát azért egy rendőr vagy egy katonatiszt az tudja is, hogy mit kell csinálni. Nem ilyen szedett vedett emberek, sokkal kevesebb volt a pénz, nem sokkal, de kevesebb volt a pénz, de viszont azért nem volt annyi, tehát nem kellett annyi hülyeséggel foglalkoznom, mint amott a másik munkahelyen, és hát itt egy kicsit hosszabb ideig tudtam dolgozni, 3 hónapig. Aztán elmondom, hogy ez hogy alakult a továbbiakban, hogy voltak leépítések, meg megszűntek őrzések, és akkor nyilván olyankor már kicsit úgy, amikor főleg megy bele az ember a térbe, akkor kicsit másképpen látja ezeket a dolgokat, meg nem olyan egyszerű. Tehát én ne hiszem, hogy nagyon sok ember úgy jön bele, hogy hát csettintek egyet, azt átmegyek egy másik vagy egy másik munkahelyre. Igen, ez régebben lehet, hogy így volt, tehát a régi szép időben, de azért tudni kell, hogy itt a 2000-es évek, ahogy elkezdődtek, meg utána, tehát azért ez nem egészen így van. Ezt csak azért mondom el, mert nagyon sokan úgy vannak vele, hogy hogy mi fiatalok, hogy mennyi munkahelyünk volt, meg stb. Az idősebb korosztály is, higgyétek el, hogy ott se különb a helyzet, hogyha ugyanannál vagyonőr cégnél maradt, akkor is legalább 3 havonta változott a helyzet. Most nyilván vannak saját őrségek, de ott meg nagyon ki kell fogni, meg majd nyilván én ott is el fogom mondani, hogy mit tapasztaltam, ott is vannak azért problémák, és azért hosszú távon ez ilyen szinten azért, hogyha te egy normális, idézőjelben normális temperamentumú, beállítottságú emberke vagy, akkor nem biztos, hogy neked hosszú távon ott a helyed, meg hát illetve a másik része is a dolognak, mert nyilván az éremnek két oldala van, hogy ha egyszer többet tudsz magadból kihozni, akkor miért kerülgetni ilyen embereket? Tehát azért én értem, hogy a munkahely meg minden, de azért én úgy gondolom, hogy a régi világban, mondjuk ha az én nagyszüleimet nézem, ugye nagyapám ő már 12 éve, lassan 13 éve, hogy meghalt, és ők mondjuk az 1930-es korosztályról beszélek, hogy ő náluk mondjuk egy munkahelyen ilyen elő se fordult, tehát hogy a saját kollégája ilyeneket leművelt volna, meg arról nem is beszélve, hogy a modor. Tehát amennyire észrevettem, és tök mindegy, jó, igen, azt tényleg aláírom, hogy arányaiba a fiatalabbak, az én generációmmal is már voltak problémák, de ez egy külön videót megérdemelne, de akkor is azért úgy gondolom, hogy azért a szüleim korosztálya vagy fölötte nem így kéne, hogy előadja a dolgokat, és akkor most várnék is bele a mai témába. Tehát nyilván, ahogy azt említettem, tehát volt egy rendőr szolgálatvezető a főnökön, és mondta, hogy az első munkanapom akkor egy 12 órás szolgálatot kell ellátnom. Rendezvénybiztosítás közölte, hogy 600 forintos órabér, tehát ez rendezvénybiztosítás lesz, úgyhogy ez egy máshogy jön ki. Egyébként mindent megbeszéltünk, elmondta, hogy 420 forintot fizetnek bruttóba egy órabérre, elmondta azt is, hogy történik a kifizetés, és majd az egy külön történetet megér, hogy mikor kapta meg az első fizetésem, de az egy másik videó. Tehát megbeszéltük a dolgokat, hajnalban oda mentem a helyszínre, és akkor jött egy ilyen fekete szál Toledóba, benzinessel, aztán összeszedett minket, hát már ott voltak olyan kétségeim, aztán ami nyilván így hosszú távon kiderült, hogy volt egy ilyen 60 év körüli illető, és én tényleg nem akarom semmilyen jelzőbe az idősebbeket se illetni, de ahogy az beszélt az a 60 év körüli úr, tehát azért a kocsisokat, akik tudja, hogy miről beszélek a régi világban, vagy valami,
azokat bőven megszégyenítette volna. Tehát nem csak a modorról beszélek, hanem amilyen alpári, aljas stílusba kibeszélni az embereket, nyilván úgy, hogy én hátul ültem, ő meg az anyósülésen, az az úr. Aztán még volt egy illető, akit felszedtünk, az meg egy nagy kamujancsi volt, azt is majd egy külön videót megérdemel, hogy miért az ilyen emberek nem értik meg, hogy miért nem jutnak egyre a kettőre, meg az valamilyen szinten egy külön videóban azt is bemutatnám ebből adódóan, hogy miért van meg a magyar rendőrségnek például a vagyonőrökről a véleményük. Aztán ahogy mentünk, gyakorlatilag vezetett ugye a főnököm, hát már akkor voltak teli úgynevezett ugye ilyen kis migráns csoportok egy részében, nem mindenhol, de azért az országúton elég jellemző volt, hogy mindenféle felszerelés, mindenféle láthatósági mellé nélkül egyszer csak oda tévedtek, az ráadásul pont egy olyan hiába nyári hónap volt, akkor annyira le volt hűve, meg le volt párásodva az idő, hogy országúton ilyen kisebb ködök voltak, aztán úgy hatalmas élvezet volt, hogy a főnököm ráfékezett, azt majdnem telibe rakta a migránsokat, szóval az hatalmas forma volt, azt anyázott is egyet. Azt kiértünk a helyszínre, és akkor így úgy képzeljétek el, hogy megvolt, tehát mindenkinek kiadta az utasítást, hogy mit kell csinálnia, tehát hogy mi a feladatköre, és akkor már nem telt el körülbelül, hogy ezt így kiosztotta a dolgokat, megálltam a helyemen, az idősebb úr, az a 60 év körüli, már leszarta a dolgokat, ő elmegy rágyújtani, elmegy húgyozni, tehát ilyen adjuk is, tehát ahogy előadta a dolgokat, aztán utána volt ez a Kejfej Jancsinak mondhatnám az embernek körülbelül, ahogy előadta a dolgokat, hogy egyszer ilyen a hangulata, egyszer olyan, azért úgy nevezem, hogy Kejfej Jancsi. Érdekesen adta elő az is a dolgokat, ráadásul nem az én korosztályom volt, hanem az egyen idősebb, ilyen 90 vagy 89-es volt az illető, de elég érdekesen adta elő ez is a dolgokat. Aztán megjött az erősítés, hát igen. Az erősítésbe, ugye nyilván én nem tudom, hogy mások hogy vannak ebben, de én azért úgy gondolom, mivel, hogy ebbe a szakmába dolgoztam, én azért egy másik embernek meg szoktam adni a tiszteletet. Egyrészt köszönök, meg másrészt nem kezdem el provokálni, ez az én személyes véleményem, mert elég sok konfliktuson túl voltam, főleg ahogy azt említettem, hogy 3 évig azért vagyonőrködtem, és azért az ember, amikor kifizeted a kis számláidat, meg tervezgeted a jövődet, azért én úgy gondolom, hogy főleg akik ebbe a szakmába dolgoznak, azok legyenek már tisztában, hogy mi fér bele, meg mi nem. Na mindegy, hagyjuk is az egészet. Már jött a provokáció, hogy jöttek helyettünk dolgozni, de ugyanazhoz a vagyonőr céghez, tehát ilyen semmit nem tisztelünk, meg azért mondom, hogy az én szüleim 50 éves emberek, és még attól följebb volt ez a picikében ez az illető, tehát most ilyen 58-59 év körül lehet. És ahogy az előadta a dolgokat, már az eléggé szomorú volt, nem nagyon tudok mit igazából ezt hozzáfűzni. Aztán arra meg nem is beszélve, hogy utána olyan dolgok voltak, tehát azért most azért 12 óra hosszán keresztül az még egy hagyján, hogy nyilván rendezvény biztosítás. Tehát egyrészt akármiféle emberek, tehát nem csak a falusi emberkékről beszélek, városiak is, alkoholfoly probléma adódik, ez még úgy azt mondom, hogy rendben van. De most az, hogy én 12 óra hosszán keresztül beszélgessek-e, holott az az illető valamilyen szinten a munkatársam, és azért vagyok ott, azért vagyunk ott, hogy megoldjuk a problémát, a feladatunkat ellássuk, és így nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de mondjuk ilyen 11 óra, 40 percet végig, mondjuk nem tudom, hogy én nekem például még kéne ebben foglalkoznom így témázgatva, hogy most igen, ez a kávé ilyen jó, ez a tea ilyen jó, tehát hogy semmi témáról nem lehet elbeszélgetni, mert nincsen érdeklődésük ezeknek az embereknek,
csak fröcsögnek, a másikat szidják, ez milyen hülye, az milyen hülye, aztán utána ezt kibeszélte, azt kibeszélte, akkor mondta a főnököm, mert én nekem ugye lejárt a munkaidőm, még ugye megvártuk a váltást, én akik éjszakásnak maradtak ott ebbe a rendezvény biztosításba, nyilván én nem is akartam tovább maradni, meg 12 óráról volt szó, tehát azért új cipő, föltöri a lábod, akkor arról nem is beszélve, hogy azért pihenni is kell, mert másnak néz dolgozni, meg ilyenek, tovább nem is akartam maradni, meg hát nyilván akkor szólt, hogy utána kit kell keresnem, és akkor a betanítás véget, hogy akkor rendes állandó őrhelyem lesz, akkor még ugye ezt mondta. És azért tudjátok, ez az idősebb úr, ez azt mondta, amikor mondta a főnököm, hogy hát egy akkor akik végeztek, és tényleg át lett adva, még így is egy 10-15 percet tovább maradtunk ott, hogy akkor azokat egyúttal kijön, akkor annyi, hogy nem kell, hogy teljesen hazavigye, csak mondta a főnököm, hogy legalább dobja már ki. Hát nem dobta ki, mert hogy hát fú, elkezdett ott mérgelődni az illető, de holott egy olyan emberről beszélünk, aki már évek óta ennek a cégnek dolgozik, és akkor kitalálta, hogy akkor nem 12 órázik, hanem hogy kikönyörgi, hogy akkor 24 órázon. Aztán így, szóval maradjunk annyiba, hogy a visszaúton, nekem azért ez egy eléggé kellemetlen volt, hogy volt ez az úr, akit meséltem, hogy előttem ült a Seatba, az anyós ülésen, az káromkodott, akkor volt ilyen 60 év körül is eléggé alpári aljas. Most azért ezt úgy képzeljétek el, hogy egy Skoda Roadsterbe visszafelé jött a járőr, ugye ez az illető beült a járőrhöz, és akkor volt ez a Kejfej Jancsi meg én, na most ebbe a csávóval mi ketten, gondoljátok bele, hogy a Skoda Roadsternek hátul ücsörögtünk így összegubózva szó szerint így a Skodába, hogy úgy elférjünk, és körülbelül ezt a 25 perc, fél órát ezt így bírt ki. Tehát úgy, hogy országúton minden szarba, nem tudod magad becsatolni, arról nem is beszélve, hogy a járőr is nem azért, hogy nem bízok én az ilyen járőrökbe, csak én elég sok, tehát eléggé régóta úton vagyok, gyakorlatilag gyerekkorom óta láttam, hogy mik szoktak menni így a magyar utakon, meg milyen szituációk szoktak lenni. És hát hogy mondjam nektek, ahogy letelt ez az első munkanap, nyilván ami egy rendezvény biztosítással kezdtem, tehát azért ez egy mély víz volt, meg előtte én nekem nem is volt tapasztalatom ebbe, eléggé kellemetlen, tehát nem voltak olyan jó élményeim, aztán utána egy kicsit azért viszonylag nyugodtabb volt, ott meg más jellegű tényezők voltak, amire azt mondom, hogy hosszú távon elfárad az embernek az elméje. Úgyhogy túléltem, és akkor utána a főnököm adott egy rendes szolgálatvezénylést augusztus hónapra, és akkor mentem betanítani, és akkor innen fogom folytatni a vagyonőrsztorikat. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, sziasztok!